a fekete vietnámi veteránok állnak Spike Lee új filmjének középpontjában. A The Five Bloods nem csupán háborús filmnek készült, hanem igyekszik azt is bemutatni, mit jelent a hazafiság az afroamerikaiak számára. A vietnámi háború volt az első háború, amelyet már tévén közvetítettek. Emlékszik vissza a filmrendezője. Néztem a híreket, és most nagyon sok minden, amit akkor átéltem, újra felelevenedett. Ahhoz elég idős voltam, hogy értsem, mi történik, viszont ahhoz nem, hogy besorozzanak, mondta Spike Lee. Légidőzítése nem is lehetett volna aktuálisabb. Filmje éppen akkor debütál, amikor az Egyesült Államokban milliók vonulnak az utcára, hogy tüntessenek a rasszizmus ellen George Floyd halála miatt. Azt szeretném, ha a filmből átjönne, mennyire tévesen ítélték meg az afroamerikaiak szerepét a vietnámi háborúban, meg egyáltalán az életben is. A film erre a ferdítésre utal, mondta Isaiah Whitlock Jr., a film egyik szereplője. A filmnek a Cannes-i fesztiválon lett volna a világpremierje. A The Five Bloods most péntektől nézhető a Netflixen.